került sor a Salkaházi családi gyermeknapunkra, ahol a család van a központban, ide szülőkkel érkeztek a gyerekek, sok mindent kipróbálhattak, volt bűvészünk, volt légvár, ugrálóvár, a katlanban már fő a gulyás, ami majd ebédre fogyasztunk. Mélységes szívbéli örömem, hogy a Vakvarnyúska zenekart egyre többször hívják már az iskolai rendezvényekre és egyéb rendezvényekre is, úgyhogy nagyon jó érzéssel muzsikálunk mindenkinek kedvére, de ebben mi is örömünket leljük, úgyhogy adja Isten, hogy egyre többször táncoljanak, és mi egyre többször muzsikálhassunk nektek. Most jöttem az uglóváról. És hova mész most? A habhoz, de viszont inkább az uglóvára, mert még nincs a hab. Ott a ugráróval nagyon lecsúsztam, felmasztam a létre, azután lecsúsztam. A legjobban tetszett az ugráróval. És a Luffy, gondolom az is tetszett, mert az van a kezedben. És nagyon mindjárt tesszük mi, meg a vattacukrot. Mit teszel? Eszem a májmacukrot, és oly finom, hogy leszem tudok kávé bele. Mi nagyon örülünk neki, mint szülők, hogy ilyen közösségben nőhetnek fel a gyerekeink, és hogy ilyen rendezvényeket tudnak biztosítani a gyerekek számára. Gimnazistaként fontosnak tartom, hogy itt legyek, mert az iskolához tartozok, és az arcfestéssel pedig úgymond segítem az iskolát, a tanárokat. Most arra válok, hogy fessenek ki az arcomat egészség. Hárommal aláfogod, egyenes hát, egyenes hát. Ez a családnap nagyon jó, és lány létemre nagyon tetszett nekem az íjászat. Mit szerveztettek ide a mai napra? Aktivitásokat a gyerekeknek legfőképpen arról szól, hogy ők élvezzék, és feladatokat oldjanak meg, amikért ajándékokat lehet kiváltani, csúsztát a gyerekeknek, kézműveskedést a nagyobbaknak. És hát sok aktivitás, süteményt sütöttek a szülők, nagyon, nagyon sok mindent adományoztak is, úgyhogy ez egy fantasztikus napra sikeredett. Ezzel sikerült és sok mindenben lehet vállalni. Van itt terülj asztalkám, kicsiknek is, egy kis sárok, mindenkire gondoltak, úgy gondolom, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat. Máma eljöttek a Schneeberger Zenei Központból meghallgatni a fiatal tehetségeket, és nekem is volt esélyem lejátszani egy Vivaldi-tól egy darabot. Amiért jöttem a Schneeberger Zenei Tehetség Központ toborzása kapcsán, hogy meghallgatassak újabb fiatalokat, és nagy örömre nagyon sok tehetséges fiatalra találkoztam. Bízom benne, hogy hamarosan találkozok velük a központ kurzusaikon. Köszönjük a gondviselésnek, hogy itt lehetünk. Nagy dolog, amikor nyíltan, őszintén fel tudjuk vállalni a gyökereinket. Amikor nem takarunk le semmit és senkit. Ott, ahol épek a gyökerek, ott vannak hajtások, és ahol vannak hajtások, ott van gyümölcs is. Nagy öröm volt újra látni együtt a családokat, és örülünk, hogy ebben az új fészekben tudtuk fogadni a gyermekeket, a szülőket és az iskolabarátokat. Most mennyi labda van? Kettő. Itt van mind a kettő, megfogom a kettő labdát. Piros, negyed dobozba, akkor most hány labda van? Tetszett a legjobban, mikor a bűvész a nyakkendőt átvarázsolt a varázspárcával. Ezek a tudókocsik maximális sebességgel 110 km/h.
nekem mindent tetszett addig, ami itt volt. És mire vársz még? Mit szeretnél mire? Kipróbálni? Biztos ez a legjobb a hub, és máma volt a legnagyobb buli. Látom, hogy most jössz ki a hubból. Melyik része tetszett a mai napnak a legjobban? Hogy tudtunk játszani és dobálkozni. Tristan, mit csináltál most? Meséld ma el nekünk. Ide mondd a kamerának, mit csináltál? Belettem a hubba. És milyen ez a hub? Nagyon jó, de fájdalmas is. Miért fájdalmas? Mi fáj rajta? Nem hagyni a földet is szokott bemenni. Szóval most meg akart feszteni, mert azért még nem voltam.